Sziasztok, földlakók! Remélem készen álltok rá, hogy tovább romboljuk a földbolygót, azon belül is az emberiséget. És most visszatérünk a napsütötte Santa Modestába, azon céllal, hogy porig romboljuk azt bosszút állván a legutóbbi atrocitásokért, amit fajtásunk Crypto 136 ellen elkövettek. Nem mellesleg a legutóbbi alkalommal, ahol valaki nem adt volna róla, elputtyantottunk egy atombombát a sivatagban. Na jó, akkor... Drónok. Drónokat kell babysittelnünk. De vajon miért? Na mindegy. Menjünk el a megfelelő helyre. Kerítek magamnak egy alkalmas álcát. Mondjuk az a hülye gyerek jó lesz itt. Ó, kompromitálódtam valaki által. Na, az nem jó. Na, gyere ide. Nem emlékszel semmire. Ez az már nem is emlékszik. Arra se, hogy fiú volt-e vagy lány. Nagyszerű. Aj, mi ez az Elvis séró? Tiszta John Travolta a Grease-ből. Jó, mondjuk ez tisztára az az éra, szóval... Semmi idegen nincs ettől, de ettől függetlenül mi ez a séró? Vagy mint Puvabar a Yu Yu Hakusóból. Az volt, annak volt még ilyen sérója. Na! Akkor elméletileg kapunk egy drónt, amit most védelmeznünk kell, amíg szkenneli az épületeket. Destroy a gun turret. Jó. Jó. Miért nem akar felrobbani? Ja, mert nem vagyunk hatósugárban. Jó, ez megtörtént. Mi? Hagyod békén a drónomat? Ez az. Szkenneli az épületeket. Csak tudnám minek. Elméletileg Fox azt mondta, hogy azért szkenneljük az épületeket, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk utána őket lerombolni. Hát úgy legyen. Úgy legyen. Jó, mindjárt befejezi a drón a szkennelést, még fél percig kell oltalmaznunk a drónt. Addig mit szóltok, hogyha megkínálok titeket egy autóval? Kilő? Honnan? Rendőr urak föld körüli pályára állnak. Az ügynök urakkal. Hopps, te nem is lőttél. Nem is akartalak akkor én annyira bántani. Viszont te! Az agyadat kérném. Na még 10 másodperc, bírja ki a drón. Jó, szedjünk pár agyat. Jó! A drón visszatért. Nagyszerű. Pár agyat begyűjtenék, mert a pajzsaim lent vannak. Addig még itt kipukkan a másik kettő testőrömnek, vagy három testőrömnek az agya. Hát de viccesen hangzik ez. Kipukkan az agya. Bár még mindig jobb, mint amikor a seggén keresztül szedjük ki. Úgyhogy hálásak lehetnek. Egy ideig delíriumban szolgálnak minket, majd ezt követően egyszerűen csak így felrobban az agyuk. Szerintem még akár ez ilyen fájdalommentes dolog is lehetne. Akár. Na jó, menjünk a következő helyszínre, csak kellene hozzá egy alkalmas álca. Mondjuk Mari néni! Csokolom. Mari néni bőrébe bújva megyünk tovább. Ezt a testalkatot is. Böskenéne. Igen, itt van. Küldjük a drónt. Megkaptuk. Jó, akkor itt végig szkenneled a boardsort, fiam, aztán utána mehetünk is pusztítani. Aha, most valami szemkilövő állomást kéne elpusztítani valahol. De szerintem azt az előbb elpusztítottuk, nem? De... Porint. De az agyadat adjad, fiam. Kisfiam. Apropó, ha már itt van nálunk ez a kvantum dezintegrátor. Ja, ellenük nem hatott. De viszont itt mit csináltok? Nézd már, az ügynök ott alulról lövi a drónt. Amikor az védtelenül ott repked és senkinek sem akar ártani. Csupán szkennel egy-két épületet. Alászszolgálja. Na, az ügynököt a saját bajtársai lövik szét? Úgy tűnik. Hey! Mész onnét! Na, még 5 másodperc. 3, 2, 1. Jó, megvan az info.
Hát előbb szétlőttem itt a rakétakilő állomást, mint sem azt így a küldetés beadta volna, úgyhogy ez most nem lett meg. Na de! Most visszamegyünk a repülő csészehajhoz, és kettőt találhatok, mi fog következni. Bizony, bizony, egy kis önfelett rombolás. Na jó, akkor menjünk szépen fel a légdeszkára. Süvítünk szépen, nagyon jó, sokáig bírja. Ott a katona úr. Lelopom az álcád, lelopom a te, az testedet. Hopp, menjünk csak fel egy tetőre, hát ott elbújhatok. Na itt, nem, itt is kompromitálva vagyok. Mindenütt, ah, mindegy, menjünk vissza a csészehajhoz akkor. Mindenütt kompromitálva vagyok. Na jól van, akkor jöhet az Erezder a hajam, olyan kriptó módra. Ó, tankok! Hát ha eddig a katonaság nem állított meg, akkor ez az 5-6 tank biztosan nem fog. De hát a remény hal meg utoljára. Nézzük, kapunk-e valami új játékszert erre a nemes feladatra. Crypto, here's a frightening new weapon for your saucer. The Quantum Deconstructor. Mindent elpusztít. Hát jó, legyen. Az igen! Az igen! Ó, de viszont ez lőszerből táplálkozik. Jó, akkor ezt a blokkot is földdel tesszük egyenlővé. Az igen, de nem semmi. Na jó, és itt van ez, hát nem az a bungaló. Oj, és micsoda porfelhők maradnak itt utánunk. Na, keresünk még valami szép nagy komplexumot. Ú, ide, ide a közepére ezt így betoljuk. Ez az, ez az, ez gyönyörű. Hú-hú! Az szép. Egy baj van, ó, fenékbe lőtt valaki. Egy baj van, hogy kifagyott a muníció. Na jó, addig szerzünk muníciót. Mi? 20% viccelsz, bolondozol. Jó, jönnek itt a pajzsos lépegetők, sem baj. Felforrósodik a lábuk alatt a talaj. Ez az. Kicsit meleg az aszfalt. Na jó, nézzük. Hol vannak ezek a védő ágyuk, amiket ki kéne lőni? Ott van egy. Jó, pajzsokat fel! Oh. Tetszik ez a pajzs is. Főleg, hogy így fejlesztést is pakoltam már rá, így kifejezetten jó. Ott van még egy ágyú. A fa is kidől vajon? Nem, a fa az tövigég. Jó, gyűjtünk egy kis biomasszát. Ja, és transmogrifálni kell így a járműveket, és abból lesz nekünk újabb töltényünk. Mi? Megint? Nem, nagyon, nagyon kevés töltényünk van. Ez így nem állapot. Miből lesz több töltényünk vajon? Ha mondjuk a katonaságnak a járműveit kapom be? Nem, attól se növekszik. Valahogy semmitől se növekszik. Na és ott az a tank. Az a tankot egész barátinak néz ki. Na hát, ha lesz belőle töltet. Mi? 25%? Nem már. Nem már egy ilyen királyfegyver. Hogy lehet ennyire limitált kiadású? Hát konkrétan ezzel kellene most csapatnunk így non-stop. Áh, mekkora csalódás. Ó, Baywatch. Na, most aztán megpörköljük a napozókat. Hát ide kell az 50-es faktor ezek után. Ennyit a Baywatchról. Szólj Mitchnek, mentsen meg. Ja, hogy ettől nem fog soha. Viszont kilő itt ilyen vehemensen. Kellene még tankolnunk. Ó, hogy ott az lőtt. Oké, már nem lő. Jó, mindjárt megesszük azt is. Azt a tankot is kérném, töltényjel.
Ennyi? Ennyi maradt összesen? Hát ezt nem hiszem el. 40%, na még egy-két jó robbantás kellene. Két jól irányzott robbantással gyorsan végezhetnénk az egész várossal. De hát egy ilyen kimérten, hát ebben semmi poén nincsen. Miért csinálod ezt, játék? Na jó, nézzük, hogy hol vannak még őrtornyok. Az egy tank, az nem érdekes. Akkor menjünk még egy kicsit kijebb. Ott is van. Na, ezt mondjuk egy Sonic Boom-mal megkínálom. Meg is volt? Ott a vendéglő. Nem lesz itt több gyors kajáda. És tengerparti bungalló. Hát jó, hogy vannak ilyen jó pajzsaim. Hoppá. Itt a tengep... Ó, itt a világított torony. Na, ez is... Ennyi észet élesz. De ezt már elpusztítottuk, nem? Én totál úgy emlékszem, hogy így búcsúzóul szétlőttük, mikor eljöttünk erről az őrbázisról. Na, még kettő darab őrtorony lesz valahol. Ó, meg is van. Már csak egy. Nem, kész, kész. Jó, akkor szerintem összeszedem valahonnan még a maradék muníciót. Mondjuk ebből a tankból megesszük a tankot. 50%. Jaj, sokáig fog ezt tartani. 60%. Gyerünk, töltsen. Pajzsot kérnék. Ég. Jó, gyerünk, tank. Na, mi legyen? A kertvárost tegyük el. Láb alól, és amortizáljuk hamuvá, vagy pedig valahol a belváros. A belváros sokkal fajsúlyosabb ebből a szempontból. Lehet, hogy azt fogom választani mindenképp. Jó, hát addig szedünk agyakat. Jobb hiány. Ohohoho. Kapsz egy Sonic Boom-ot, mit szólsz? Ez annyira nem volt hatékony. Na, lesztek. Ezt lépegessétek. Hopp! A rádiótorony. Volt a néhai rádiótorony. Na. Autó, autó. Ó, a tank is jó lesz. Kedve. Ez a 100%. Na, most akkor szétcsapjuk. Na, itt van még egy rádióállomás. Ez sem maradjon itt már sokáig. Jó, és akkor oda egyet szépen középre. Kvantum dekonstruktorral. Muhaj, gyönyörű. Ez az, rettegjetek. Na, Santa Modestának annyi. Ezt vajon hogy magyarázzák ki az újságcikkekkel? Ó, Komcsi Terror! Vörös csészeaj leradírozta Santa Modesta bevásárló kerületét. Egyértelmű, hogy csak a vörösök lehettek az űrből. Egyértelmű. Most pedig a földlakók fő fészke ellen vesszük az irányt, de úgy tűnik, hogy lesznek itt bajok. Ajaj, mire számíthatunk? Amúgy Washington felé vesszük az irányt, hogyha nem lenne elég egyértelmű. Rendre rakjuk a főhadiszállást, már úton is vagyunk, de van ott valami a parton. Valami csillagó. Ó, Tesla gömb! Átkozottak legyetek, szánalmas kis földlakók! Puff. Na hát, egy repülő csészajjal kevesebb. Szegény kriptó. És a hajónk is volt már jobb színben. De itt van egy kis képzabar, mert a Revolver torty óta tudjuk, hogy a Tesla gömb az az oroszok fegyvere volt. Ajaj. Homályos a látás. Tele a hólyag. Fáj a fej. Na, itt baj van. Itt bajok vannak. Mondd, hogy egyedül vagyok. Mondd, hogy egyedül vagyok. Oh, köszönöm szépen. Frontális lebeny.
Hol lehetünk? Ez egy kutatólabor lesz. Egy primitív kutatólabor, és itt van valami ember, aki tanulmányoz minket. Na, mindjárt kijutunk ki, nem féltek. Valamit betöltöttek, vagy kiszedtek belőlünk, fene se tudja. Na, ha kijutok, akkor annak a jó embernek se lesz jó dolga. Na, nem szabad riadóztatni a katonasságot. Ó, kettőt és könnyebbet. Ott vannak az ügynökök. Tök jó. Ó, és elkaptak, és már tanulmányoztak is. Hát mi folyik így gyöngyösen? Na jó, akkor elkaplak téged. Agyam erejével meghekkelem ott a konzolt. Ennyi. Ennyit ért ez a lámpákból kilakott lézerkerítés. Tök jó. Opa. Na jó, itt egy kicsit gyorsan lemegy az álcám. Na, a mellékküldetés pedig az, hogy négyszer cseréljek álcát. Na, hogy életben vagyunk. Még egy masszív fejtrauma sem tarthat minket távol attól, hogy kipusztítjuk az emberiséget. Na, mi van ott? Nézd már a fegyverünk. Hát ezt eléggé lazán tárolják itt, nem azért a 600-ért. Na, most, hogy visszakaptuk a fegyverünket, ideje, hogy megsüssünk pár földlakót. Zöld emberkék, dehogy zöld, te színvak idióta. Nincs töltény? Ajjaj. Majom fiú, mit csináltál a töltényeinkkel? Ennyit a kedvezményes álmokfutásról meg a mészárlásról. Itt az ideje, hogy puszta kézzel roppantsuk szét a koponyádat és tépjük ki a beleidet a végbeleden keresztül. Jó, ez nem tetszett neki. Hogy fut már? Jó, és innen eltűntek az emberek. Ajaj. Baj van, lelepleződtünk. Kell egy álca. Jó. Ez így pont jól jött. Most szedjük össze az arzenált. Mármint a fegyvereinket. Még mielőtt valaki arra gondolna, hogy foci csapatot szedem itt mindjárt össze. Oké, hopp, egy tudós bácsi, na mire gondolhat? Vajon a költő? Na itt vannak a töltényeink. Na, a hajónk is náluk lesz. Nem jó hír. Most dolgozókat kellene szkennelnünk. Megtudjuk, hogy hová vitték a hajónkat. Na jó, akkor keressünk egy-két jó munkás embert. Mert a jó munkás paraszt ember tudja, hogy hová vitték a földön kívül eredeti űrhajót. Nem ám a katonák meg az ügynökök, a munkás emberek. Elvégre ők cigölték be valószínűleg. Na, több dolgozót kell szkennelni. Na, hát a katona tud valamit. Na, ott is van még valaki, aki tudhat valamit. De ez itt túl könnyű, hogy így jelzi nekünk. Valami kis kihívás kéne, mert mondom, ezek jó pofák, de olyan egyszerű az egész játékmenet, mint egy bot. Jó, ez így a darun fönt van. Hogy jutok föl oda? Csak egy nem mellékes kérdés. Lehet, hogy oda föl kéne valahogy ugrabugrálni, de nem fog fölmenni még így se. Ha csak nem. Hopp. Ah, jó, meg kell várnom, hogy lejárjon az álca. Akkor úgy fölreppenek. De nem reppenek én sehova, hát nincsen jetpackem se, hello. Jó, kéne valaki. Na mutasd, mit gondolsz. Hopp, ott egy ügynök. Jó, az megy ott szétnézni. Jó, akkor egyelőre nem tudunk mit csinálni. Valahogy, vagy lehet, hogy a másik végén föl tudok mászni egy létre? Nézzük csak meg. A létre az itt van.
Viszont szegény embert nem tanították meg létrán mászni, csak beleállni a létrába. Hú, az igen. Á, nem feltűnő. Beleállt a létrába az ember. Tudunk egy kicsit csövezni. Az a labor. Jó, és itt vissza... Ó, hello! Jó, akkor nem csak én vagyok ilyen UFO, hogy így beleállok dolgokba. Az az ember az így egyé vált a fallal szépen. Na jó, menjünk innen, itt senki se tűnik normálisnak. Keressünk valaki mást, aztán ide még visszajövünk a végén. Hop, 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 ügynök úr a közelben. God, I look good. Scratch that. I look real good. Enyhe narcizmust vélek felfedezni az ügynök úr gondolataiban. Na most, mi ez egyébként? Kikötő? Hajó negyed? Munkás negyed? Jó, arra lesz tovább. Az ügynököket kerüljük, egyébként jók vagyunk. Na, egy jetpack van itt nem messze. Hú, csak most nézem, milyen feje van ennek az embernek, te jó ég! Azok a kettéálló fülek, az a széles fej, és az a nagy orr, te jó Isten, hogy néz ez ki? Na ide be tudunk vajon menni csak úgy, munkásként? Hát nem biztos. Semmi nem történt, ne izgulj el. Jó, szükségem lesz egy katona testére. Miért még itt nagyon izgalomba jönnek. Honnan szerzek én itt egy katona testet? Jó, az ott lefagyott. Be tudok menni esetleg a tető? De hogy megyek fel a tetőre? Jogos a kérdés, nagyon is jogos. Kéne itt egy katona, akit elhívok. Itt hemzsegnek az emberek. Na, ez nem jó. Ez nem jó. A jetpackem sincs még meg. De hogy járt le az árcám? Ujjaj. Na ez nem jó. Ha a katonaságot riadóztatják. Ujjaj, ez így nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó. Ujja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 j
valahogy el kell kerülnöm így a szemek elől. Jó, valakinek a testén felett átveszik az irányítást. Jó, és most el kell tűnnünk. Kompromitálódtunk. Jó, mindenkit agymosok. Nem lesz ebben hiba. Ne akar rakétával rám lőni ilyen közvetlen közelről. Hát nem, ez nem jött össze. Jó, talán most elrejtőztünk? Talán. Valahol kéne valaki. Nem áll! Jó, a bónuszküldit teljesítettük. Ó, túl sok a szemtanú. Na jó, tudjátok mit? Itt lett elegem. Pusztuljon! Itt az ideje. Megmutatni, hogy miféle fából faragtak minket. És nem működik a jó kis deszkám. Nem tudok driftelni a levegőben. Csóri kámék, ezek elhamvadnak mindenhol. Na, most talán. És most? Mi? Tilos riadóztatni a katonaságot, de miért? The humans must have recovered your ship. Jó, akkor... Menjünk. Arra ott mi van?
Ó, itt van egy ember, azt szkenneljük jól. Akkor keressünk valahol egy magányos katona urat. Na, egy magányos katonát keressünk, akit így szépen átvehetek. Na nézzük akkor jetpackkel. Neki a gondolata. Gondolatrendőrség. Ha így a háta mögül lelopjuk. Jó, ezt elfelejtette. Elfelejtetted, hogy láttál, ugye? Hopp, ez nem volt jó ötlet. Jó, jó. Mindenki elfelejtett mindent, itt se voltam. Jó. Nem tudom, hogy csináltam, de megcsináltam, úgyhogy most már be tudok menni gond nélkül a jetpackemért. Végre valahára. Szuper. Nagyon szuper. Akkor már csak egy dolog van, hogy még egy álca kell. Plusz. Még egy embert kell szkennelnem ott a daru tetején. Na jó, hát oda csak jetpackkel megyek fel. Na, viszont te jó, hogy itt állsz, de nem, mert itt is lézengenek ezek a szerencsétlen munkás emberek. Jó, nagyon edzett leszel, törzsörmester úr. Létrán mászni ezek úgyse tudnak, akkor valahogy ide felreppelünk. Ja, valószínűleg mindenki a fal tetejéről. Na jó, akkor nézzük. Működik-e? Bejön-e az ötlet? Jó, itt szépen földjetpackezünk, amit lejár az álca. Mondom, amint lejár az álca, köszönöm. Ó, oh, jetpack! De honnan nő ki az a kettő fel, ágyú? Azt nem tudom. Marilyn. Jó, Marilyn a jelszó. Ez nem a Gancsó bárány? Jó, holobobozzuk le azt a katonát. Jó, megvan. Újra katonák vagyunk, és hopp, egy 10 méteres esés, combnak törés nélkül. Teljesen hétköznapi teljesítmény mutatvány egy katonától. Az ott egy ügynök, jó, vele nem állok szóba. Hát arra kell menni. Ej, nem szkenneltük neked se az agyadat normálisan. Lehet nem volt mit. Egészségedre, haver! Jó, és akkor szépen itt átmegyünk. Na, nem riadóztattuk a katonaságot se! Mint ahogy a nagykönyvben megvan írva. Na, beszéljünk ebből a jó emberrel. Ez ugyanaz a klón, akit az előbb elijesztettünk. Na, mi a jelszó? Lana Turner, Jane Russell, fenyegessük meg, vagy Marilyn. No, vajon mi lehet a jelszó? Írjátok meg kommentbe. Na jó, elég a hülyeségből. Marilyn, will you take me to the island now? Azért katonának is van egy arcszerkezete. Welcome aboard, soldier. Na, akkor már visznek is szépen a szigetre, ahol tárolják a csészealjunkat. Legalábbis a szkennelt munkások gondolatai alapján. Ahhoz képest, hogy majdnem mi is a boncasztalon végeztük, egész jól kijutottunk. Bár mondjuk felmerül a kérdés, hogy elkaptak egy UFO-t. Hogy a viharban nem egy szupertitkos létesítmény minusz 50. szintjén vagyunk, 500 000 tonna vasbeton és fém bűvöletében. Tehát, hogy így miért nem vagyunk elzárva? Jó, ott van a csészaljunk. Menjünk ki az IMP sugarából, jó. Úgy tele van rakva IMP-vel meg ügynökökkel. Na, valahogy ki kell szabadítanunk a hajónkat. Jó, hát szerintem ez nem lesz nehéz. Ó, itt van megint a klón munkás. Na gyere! Segíts nekem kiszabadítani az űrhajómat. Mindenütt ugyanez a munkás klón van.
Hát lehet, hogy űrrepülőt még nem tudnak csinálni, de klónozás az már megy nekik. Oké, és igazából miért volt ez megfogva? Ja, hogy egy helyben maradjon, gondolom, de hogy így antigravitációs az egész szerkezet. Na, végre! Visszavesszük az irányítást és eltűzünk innen. Ahhoz képest megjavították az űrhajót, ha jól látom. Na, fel a csésze ajra. Ajaj. Valami baj van a hajóval, nem lehet felszállni vele. Eltávolították a hajó magjából az energiacellákat. Hajóval próbálják elszállítani őket. Na, akkor gyorsan visszaszerezzük. Mellékesen fullasszuk meg néhány ügynököt. Jó, legnagyobb örömmel, és ahogy nézem, most már nincsen limitálva az, hogy milyen gaztetteket követhetünk el, úgyhogy... Hajrá! Ügynök úr, megy fürödni. Te is. Te csak azért, mert itt voltál. Hello. Jó, egy megvan. Jó, tovább fürösztjük az ügynököket. Fürdőruhát csomagoljál, te is. Itt a nagy uszájon is vannak. Oda néz. A mellé. Hú, mivel lőttök ti? Azta. Hát ez nem kicsit meríti a pajzsaimat ám. Furon energiafegyverük volt ezeknek. Nem rossz, nem rossz. Itt van egy drón. Azért visszük, és itt a következő energiacella. Jó, ez is megvan. Hoppá! Jó, ezekkel az energiafegyveresekkel nem árt vigyázni. Jó, és még kettő energiacella hiányzik valahonnan. Azt a drónt már visszük, ha így erre jártam. Na, akkor itt vissza, mert a vízbe ugye nem mehetünk, mert akkor a pajzsaink túltöltődnének. Azt meg ugye nem szeretnénk. Végre visszajött a légdeszka. Kedvenc közlekedési eszközöm. Na, ott van egy, meg egy másik. Jó, akkor még mielőtt eltulajdonítják őket. Na, ennyit a nyugalomról. Jó, szerintem elindítjuk itt a fertőzést. Ó, rakétakilövő állomás, már nem sokáig. Jó, itt van a következő. Ez rám robbant. Ó, gyönyörű. Te itt mit lősz? Az én stukkerem egy kicsit menő, mit szólsz? Jó, kellenének agyak. Az ott egy lépegető volt, jól láttam. Jó, az EMP-t kilőttük, már úgyis csak egy hiányzik. Ott jön a lépegető. Na, mit van egy kantum detonátorhoz? Jó, annyira nem volt hatás. Jó, azért levitt a HPA-ból eleget, de nem a leghatásosabb ezekkel a lépegetők ellen. Mert ez a gépzörn. Hát, hogy ezt nem tudom fölkapni. Jó, mentek fürdeni. Jó, elég most már mókából. Ó, és itt még tovább tart az agyfertő. Oké, ezt meg szeretem. Visszatörti az pajzsomat is. Nézd már egy tank. Miből van az az ember? Konkrétan ráraktam egy tankot és kibírta. Na jó, ti már nem lesztek ilyen szerencsések. Jó, ott is van egy lézerfegyveres, vagy plazmafegyveres ügynök. Na, és itt az utolsó energiacella. Na jó, most már menjünk. Nem látnak minket szívesen. Ez az. A ti agyatokra még szerintem igényt tartok. Na jó, azonnal vissza a hajóra, és eltűzünk innen.
ezen a helyen nagyon nincs is mit rombolni, ahogy nézem. Eléggé levert állapotban van már amúgy is. Na, végre. Biztonságban kimenekülünk? Nem? Akkor mégiscsak rombolunk egy picikét. Na, hol az a Quantum Deconstructor? Azaz. Úgy. Azaz. Érezd magad megtisztelve, kvantum detonátorral pusztítottalak el. Na, és megmenekültünk a majdnem biztosnak látszó halál elől, egy ügynököt nem fullasztottunk vízbe, de annyi baj legyen, és az újságcikk tűz ütött ki a szigeten, mi más? Innen fogjuk folytatni, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, folytatása következik. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!